Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, Húsvét vasárnapján, Urunk feltámadásának nagy ünnepén, a legnagyobb keresztény ünnepünkön. Köszöntelek titeket itt a Gazdagdéti Szent Angyalok templomban, és mindnyájatokat otthonaitokban, akik az apostol televízió szolgálatával kapcsolódtok be a mai Szent Misébe. Örömmel gyűltünk egybe, hogy hitünk alapját, legfontosabb hitbeli üzenetét, a test szerinti feltámadást ünnepeljük, amellyel megnyílik a világ számunkra, többet látunk a világból és a földi életünkből, mint amennyire az érzékszerveink használatával képesek lennénk, mert az odafönt valókat tudjuk keresni és megtalálni Krisztusban, a föltámadottban. Ezt a szentmisét elhunyt Majoros László testvérünk lelki üdvéért ajánlom fel, köszönettel egybekötve, hiszen mind elődömnek, Lip László atyának kiváló segítője volt, és amikor ide kerültem, az én segítségemre is volt, és így kérem számára az örök élet boldogságát halála évfordulóján. És gondolunk az élőkre is, Élő András testvérünkre, aki tegnap ünnepelte születésnapját, szerető családjáért is imádkozunk. Elhunyt Rita édesanyját is imáinkba foglaljuk. Hálatelt szívvel mutassuk most be a szent áldozatot, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és morszással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratod emberben. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk. Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, a mai napon egy szülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Judeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáretit Jézus Szentlélekkel és hatalommal? Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnapra feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kiválasztott tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden proféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus Úr ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Oh,
Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcs lepled, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Kedves testvéreim, itt Gazdagdéten és otthonaitokban egyszer egy erdő szélén élő, gazdálkodó férfi ember talált egy ifjú sasmadarat. Elszakadt a családtól, a többiektől, még fiatal volt, gondolta befogadja udvarába, mármint a Baromfi udvarba, többi kapirgáló állat közé, kicsit megmetszette, levágta a tollait a szárnyáról, hogy ne röbdössön, hanem próbáljon hozzászokni a földhöz ragadt élethez. Vagyis ahhoz, hogy ott a többiekkel, a tyúkokkal, libákkal együtt kapirgáljon, egyen, és érezze jól magát náluk. Aztán elérkezett az az idő, amikor valóban hozzászokott, és természetessé vált a sasmadár számára ez az életforma. De amikor ennek az embernek a barátja egyszer meglátogatta őt, felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem jó dolog, ez nem természetes. A sasmadár másra hivatott. Hát próbáljuk meg őt visszavezetni az eredeti életkörülményei közé és az eredeti környezetébe. És próbálkoztak persze. Először fölvitték egy hegyre, na vajon el tud-e onnan repülni, de aztán közel volt a korábbi szálláshelyéhez ez a hely, úgyhogy szépen úgy röbdösött és leereszkedett, és nagy örömmel visszatért a tyúkok és libák közé. Aztán egy másik helyre, egy sziklára vitték, de hasonlóképpen történt a dolog. Úgy érezte ez a sasmadár, hogy neki nem kell röbdösnie, neki jó dolga van ott a többi szárnyas között, vagyis szívesen visszatért a befogadó helyére. De sem a gazda, sem a barátja,
aztán mégsem nyugodott bele ebbe, és egy nagyon érdekes módszert választottak, ugyancsak fölvitték a madarat a hegyre, és a nap felé fordították. És a történet szerint, mintha valami áramütés vagy villámcsapás érte volna a madarat, a napba tekintve kiterjesztette a szárnyait, és eredeti természetének megfelelően szárnyalni kezdett, és elröpült, nem tért vissza földhöz ragadt korábbi életébe. Kedves testvéreim, ez a húsvétnak a titka. Csak talán mi, akik földhöz ragadtak vagyunk oly sokszor, és folyamatosan is, azt gondoljuk, hogy ez a földi élet, az itteni mindennapoknak a feladatai, megélhetési kérdései, boldogulási szándékai, ezek töltik ki az életünket, és talán nincsen szükségünk arra, hogy a napba nézzünk, vagy szárnyaljunk. De ez a mai ünnep, húsvét szent ünnepe, arra döbbent rá minket, hogy Krisztusra, ami felkelő napunkra, sőt a feltámadott napunkra kell tekintenünk. Azért, hogy ki emelkedjünk a földhöz ragadt körülményeink közül, hogy többet lássunk az életből, a világból, olyan dolgokat, amelyeket nem a fény elvakító hatása miatt, hanem a hitünk miatt olyan távlatokat láthassunk, amelyek az életünket kiszélesítik. Rádöbbenhetünk arra, hogy nem kell földhöz ragadtnak lennünk. Mert a mi életünk és a mi hazánk a mennyben van, és a mi életünk kiteljesedik a boldog örökké valóságban. Az Úr Jézus feltámadása, és ez az ünnep kínál arra alkalmat, hogy a napba nézzünk bele hitünkkel, annak az ígéretnek a valóságába, hogy örök életünk van, és fel fogunk támadni, testben fel fogunk támadni. Ez a mai ünnepünk, a legfontosabb ünnepünk, Szent Pál üzenetét hordozza, most hallottuk a Szent Leckében, és valóban az apostol világít rá arra, hogy milyen fontos az, hogy fölfelé nézünk, a napba nézünk, ahogy írja a Kolosszei levelében, keressétek Krisztust odafönt, ahol odafönt valókra törekedjetek és tekintsetek, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönt van, azt keressétek. Nem véletlen bizonyára az, hogy a magyar nemzetnek, népünknek a legfőbb temploma és címtemploma, minden magyar egyház, vagyis katolikus templom anyja és tanítónője, ahogy ez latinul szerepel az esztergomi bazilika homlokzatán, annak a Duna felüli oldalán ez a felirat olvasható latinul: Quis ursum sunt querite, ami fönt van, azt keressétek, vagyis egész népünknek szól ez az üzenet, amit most hallottunk Szent Páltól, mert boldogulnunk kell, de a boldogulás, és ennek következtében a boldogság, az nem e világi keretek között történik, hanem a hitben. Hogy olyan dolgokat láthatunk, amelyek nem láthatóak, ahogy olvassuk a Szentírásban, a hit, az a nem látható dolgok igazolása. És éppen az a húsvét titka, hogy valamit nem láttak a tanítványok, nem látott Mária Magdolna, nem látott Péter, aki János apostol udvariassága szerint először lépett a sírba, és aztán belép a fiatal tanítvány, aki gyorsabb volt, és ott látja az üres sírt, az ott hagyott lepleket, a kendőt, mely Jézus arcát takarja. És mindezeknek a nem látható dolgoknak
a ténye alapján hisz. Mert mi az, ami nem látható a sírban? Pontosabban ki az, aki nem látható a sírban? Az, akit oda temettek, Krisztus feltámadt. És ezért a sír üres. És ezért talán mondhatnánk így, hogy ez a negatív megközelítés, hogy valamit nem látunk, ez az, ami a hitünket felébreszti, hogy higgyünk azon, annak a valóságában, amelyek nem kézzelfoghatóak, amelyek nem kötődnek okvetlenül a tapasztalatainkhoz és az érzékszerveinkhez, mert ebben rejlik a hit lényege. És erre épül immár 2000 éve a keresztény közösség hite, erre a tényre, hogy a sír üres, nincs ott, nem látható ott Krisztus. Persze, ahogy Péter apostol aztán elmeséli, az első olvasmányban hallottunk, hogy találkoztak a feltámadottal, a tanítványok, szükség volt a látásra, vagy Tamásnak az érintésre. De a hit lényege éppen az, hogy nem láttunk. Boldog vagy, Tamás, mert láttál és hittél, de azok a boldog, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ez a húsvét látása, ez az odafönt való keresése. És azért, hogy a Szent Három Napnak a lelki gyakorlatos beszámolóját most lezárjam, amelyről igyekeztem szólni hozzátok, nem mint élménybeszámoló, hanem mint üzenethordozó, a jeruzsálemi magán lelki gyakorlatomra hivatkozva. Talán éppen ez volt számomra is a Szent Sírban való imádságnak a lényege, hogy nyugodtan rátámaszkodhattunk arra a fekvőhelyre, a sír lapjára, amely jelzi azt, hogy ott feküdt az eltemetett, halott Krisztus, mert üres a sír, üres a sírkamra, és az ember nem a halottra gondol, hanem az életre, a győzelemre. Krisztus legyőzte a halált, az ő üres sírja, a feltámadás hirdetője. Olyan megható és szép volt novemberben, amikor főpásztorunkkal, Erdő Péter bíboros úrral ott lehettünk a Szent Sírnál, és a ferences elöljáró atya, aki köszöntötte a bíboros urat is, meg a papi csoportot, pont erről beszélt, hogy ide jönnek az emberek tömegével a Szent Sírhoz, azért, hogy ne lássanak ott semmit, hogy azt üresen találják. Bemennek egy üres helyiségbe, és mégis mindenkinek fontos, hogy oda benézzen, ahogyan benézett János, vagy belépett Péter. Mert ez alapozza meg a mi hitünket. Hordozzuk tehát ezt a látásmódot az életünkben, és a húsvét öröme segítsen minket abban, hogy az odafönt valókat tudjuk keresni, ahol Krisztus ül az Isten jobbján, és ahová minket is hív, és ahol helyet készít nekünk, mert életünk látásmódja és szemléletünk látószöge kitárult, és életünk, létünk határai pedig beletorkolnak az örökké valóságba. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, a harmadnak
Testvéreim, Krisztus feltámadott, ő a kezdet és a vég, a szent, erős és halhatatlan Isten. Általa terjesszük kérésünket mennyei atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben szent atyánkat, lelki pásztorainkat és hívő népedet. Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd. Szítsd fel a keresztség kegyelmét minnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Mindenható örökisten, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, én dicsőségét és szentet. Urunk Istenünk, újongó húsvéti örömmel ajánljuk föl áldozatunkat, mely által egyházat csodálatosan újjászületik és növekszik, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, s feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, Ferenc Gábor és Balázs segédpüspökeinkkel, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, szeretteinkről, jótevőinkről, lelki pásztorainkról, gazdagréti híveinkről, média apostolainkról, a 19. születésnapját ünneplő András testvérünkről. Emlékezzél meg minden jelenlévőről és a média szolgálatunkkal most velünk ünneplő testvéreinkről is, akiknek a hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük a mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti feltámadásának legszentebb napját, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról,
valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Felajánljuk neked azokért is, akik új életre születtek vízből és szent lélekből, és elnyerték minden bűnük bocsánatát. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez, mindenható atyához. Majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd, kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod, Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről és jótevőinkről, lelkipásztorainkról, a templomunkban nyugvó hívekről. Emlékezzél meg, elhunyt Majoros László testvérünkről, akiért a Szentmisét most fölajánljuk.
Emlékezzél meg elhunyt Rita édesanyjáról és mindazokról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a Te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, Te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Támadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk Isten.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézusom, szükségem van rám. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak téged, mint megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat. Mostantól te légy az életem ura. Átadom magam neked, befogadlak téged a szívembe. Kérlek, küldd el szent lelkedet, és alakítsd át az én kemény szívemet, hogy azzá váljak, amivé te megálmodtál engem. Gyenge vagyok, erőtlen és következetlen, de a te erőddel bármire képes vagyok. Kérlek, szabadíts meg minden bálványomtól, mindentől, ami nem az Istentől való bennem. Amen. Oh,
Most pedig ima közösségben gondoljunk azokra a testvéreinkre, akik otthonaikban vannak, és a lelki áldozásban szeretnének részesülni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, a gazdagréti testvéreinknek, kedves híveinknek, családjainknak, munkatársainknak, vendégeinknek, önkénteseinknek, média apostolainknak legnagyobb ünnepünk húsvét alkalmából a feltámadás hitét és örömét, a feltámadt Krisztus békéjét és kegyelmét kívánom Isten áldásával. Tegye teljessé örömünket, ünneplésünket az a látás, amellyel mi túl tudunk tekinteni az életünk fizikai korlátain és határain is, hiszen a mennyek országa köztünk van, és mi egyúttal a természet feletti életszereplői is vagyunk. Köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünk számára húsvét ünnepét előkészítették, széppé és tartalmassá tették. Megrendezték, vagy végig szolgálták áldozataikat, szenvedéseiket, vagy imáikat ajánlották fel a közös ünneplésben. Köszönöm a liturgikus munkatársaimnak áldozatos szolgálatát, és most inkább a csoportok vezetőit emelem ki. Köszönöm Gittának és énekkarunknak szolgálatát, Péter orgonistánknak, a felolvasóknak közreműködését, Györfi Bencének és a minisztráns vezetőinknek, és a minisztránsoknak, az áldoztatóinknak liturgikus szolgálatát, a sekrestyében fáradozókét, a díszítőkét, a háttérszolgálatban szereplőkért. Köszönet Barna Zsolt testvérünknek és dolgos csapatának a templomkertünk rendszeres karbantartásáért és gondozásáért, az önkéntes szolgálatban, amely nagy örömet szerez az ide látogatók számára. Köszönjük a takarítóinknak, díszítőknek és minden szolgálattevőnek munkáját, és mivel média szolgálatban vagyunk már több mint egy évtizede, ezért ismételten köszönöm az Apostol TV média munkatársainak a közreműködését. Isten fizesse meg az adományokat, a támogatást, amellyel templomunkat és az itteni szolgálatot fenntartjátok. Olvashatunk hírlevelünkben az irgalmasság 9-éről, amely nagypéntektől a jövő vasárnapig, az isteni irgalmasság vasárnapjáig tart, melynek kezdeményezője Szent Faustina nővér volt. A Szent Gábriel Irodalmi Klub április 15-én szombaton a Kész Újbudai csoportjával közösen tisztelgő látogatást tesz a Fiumei úti sírkertben, a Petőfi család síremlékénél, ahol virágot helyez el, és a költő ott nyugvó családtagjaira emlékezve egy-egy hozzájuk írt Petőfi verset fognak majd felolvasni. Ennek részleteiről, a találkozási hely és időpontról majd a hírlevélben lehet olvasni.
A keresztény értelmiségiek szövetségének újbudai csoportja április 23-án vasárnap délután 3 órakor a templomban a Szent Gábriel Irodalmi Klubbal együttműködve rendezi meg az Irodalmi Barangolás a 200 éve született Petőfi Sándor nyomában című rendezvény sorozatának első zenés verses programját. Petőfi Pest Budán címmel, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap is támogat. Fellépnek majd Benedekfi Katalin énekművésznő és Bánföldi Szilárd az Új Színház színművésze. Mindenkinek szeretettel ajánljuk. Kedves testvéreim, ismételten kérem a média szolgálatunk támogatását is. Ennek lehetősége a 13600-as adományvonallal, annak a 12-es kódjának hívásával lehetséges, illetve egyéb módon fel lehet ajánlani az adományokat. Ennek kiváló közvetítő eszköze az Apostol magazin, amely az Apostol TV ingyenes kiadványa, amelynek az áprilisi száma már megjelent. Ingyenesen vihető a kijárati ajtóktól, és ugyancsak ott találjátok egyházmegyénknek az Esztergom Budapest kiadványát, a húsvéti számot, az egyházmegyei magazinnak ugyancsak ingyenes kiadványát. Már többen ide helyezték az oltár melletti asztalra a húsvéti ételeiket, aki még hozott magával a szentmisét követően, tartok ismét ételszentelést, hogy így vegyük magunkhoz az ünnepi eledeleket. Most az áldás előtt a Szent Atya váró imát fogjuk elimádkozni, majd pedig kérem a Jóisten bőáldását mindnyájatokra, akik itt vagytok, valamint az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt. Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk, köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvalva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust. Ő a mi biztos jövőnk, azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására, Szent Atyánk Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erőforrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, és védjen meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől, és minden bűntől. Ő, aki egyszülött fiának feltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával örömmel ülitek meg húsvét szent ünnepét, az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor a boldog örökké valóságba. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja.
Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat lejére. Amen. Jézusom, szent szíve, remélek és Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei.